Eljött a pillanat, hogy a Decathlon férfiem, eddig nem volt rá lehetőség. Ilyenkor már szépen repül. Na, akkor próbáljunk valahogy leszállást csinálni. Igen, erről van rátartás, jó, szuper. Az van, hogy eddig repült már még egyet, de én mindig úgy tűnik, hogy farok nehéz a gép, úgyhogy most beletettem 20-40-60 g-ot, 65 g-ot az órába, mert akkor mit fog viselkedni, illetve hogy biztos, kell, hogy kapja másik végtavart, de azt itt helyszínen nem tudjuk megoldani, azt majd az, amink akkor átcserít rajta, és lássunk egy karikát vele úgy, hogy ezzel a plusz súlyjal most picit olyan nehéz lett, mert akkor hogy fog viselkedni. Át, jobb, jobb, de ez abszolút nem volt elegáns. Felszállás abszolút nem volt elegáns, de azért, mert kicsit benyújt az oldalszél. Most is van ilyen befúvás, és a sport nem éreztem a pillanatban. Talán fordulóban jobban viselkedik. Most nem delfinezik úgy. De az a problémám vele, hogy nem úgy gyorsul, ahogy ilyen szeretném, hogy gyorsuljon. És itt van fordulóban már jobb, úgyhogy ez segített. Na most a következő dolog, azon kívül az elkezdett megint az eső csöpörögni, és az anyámra most már megint most csöpörög, amikor én repülök. Lényeg az, hogy épp a Gyula kollégámmal azt beszéltük, hogy ez igen egy nitrós metilés motorhoz való égtavara van rajta, és nyilván sokkal súlyosabb neki. De senkinek sem nincs most itt rögtön, hogy törzs nagyon egyet, hogy kipróbáljam APC-vel. Ezért marad az, hogy hazaérünk, akkor otthon megoldjuk. De határozottan kellett ez a súly az órába. És itt van, nézd meg. Ráfordítom, és akar elfordulni. Jó, ezt mi oldottuk. Gyorsulást kellene oldanunk. Vagy más mérettel, vagy csak elég lesz a 15x8-as, de APC az az elektromos verzióra légcsavar. Viszont még mindig szépen elfordul, ha kicsit belépem a oldalkormányt, de azt kell mondanom, hogy vezethetőbb a gép. Úgyhogy a plusz 70 g az szinte biztos, hogy marad az orrába. És innentől kezdve még fontolandó az is, hogy akár most 5-4200 mAh-val repül, vagy esetleg egy 5000-eset beletolni, akkor lehet, hogy pont megkapja azt, hogy a kellő pusújt azzal, hogy nem tudom sokat előre, és nem tudom abszolút előre mozdítani már az aksit, az kopig ment, de lehet, hogy ez az aksi pusúj annyit fog segíteni, hogy az ómat ki tudjam menni, ha nem, akkor pedig mindenki maradott, ahol van. És most is befújt a szél, és szépen elfordult. Úgyhogy jók vagyunk. Ahogy már kezdtem aggódni meg azért, akkor az elég pont pályán fújt a szél, akkor könnyebben elemelkedett, most mint ilyen oldal befúvás volt, és ezt nem szereti. Azaz azért nem szereti, mert nem tud sebességét gyűjteni. Viszont elemelkedni azt akar. Nem szabad engedni, még nincs meg kellő gyorsaság. Azt szinte biztos. De most nézd meg, szóval szót. Ez nincs delfinezés tovább, érted? És ez ami kell. Most azért nem toljuk túl, hanem elviszik, és akkor leszállunk vele. Ilyenkor hiányzik az a plusz gyorsaság, mint a különös sebesség. És akkor lehozzuk. Túl van. Persze!
Igen. Igen, na, sőt, leszállás is sokkal nyugodtabb volt, semmi visszapattanás. Felszállásnál... Felszállás meg kell oldani, viszont... Na, nem arra, így. Viszont ha benézél a terepbe, ott pont egy ilyen lapály van, látod? És az is rá segített, hogy ott kicsit lehet, hogy még viccelte a... De figyelj, ez így jó. Alakulunk. Már nem patogott el. Ön nem patogott el, a felszállás az szar volt, mert pont lapály, még mindent, megjegy szokta pont az oldalszél. De nem borította kifele a gépet? Húzára kellett befele. Nem, hanem itt vihaznom kell, hogy nélem menjem rá a hirdétem, mert beesés lesz egybe ott. Hanem musz, laposan kell tartanom, igen, mert a légcsavar még nem jó. A légcsavar csere biztos. Nem, milyen ekkora lesz? Nagyobb lesz rajta, hogy nagyobb lesz? Nem, hanem ez metilés vastag. És ha megkapja például az APC-t, akkor már lehet, hogy sokkal jobb lesz. Ennyi az egész. Biztos, hogy jobb. De az, hogy nincs. Most nincs. Ez hanyas? Nekem lehet, hogy van ott egy APC. Hát otthon már lesz még is. Ja, csak itt nincs. Hát itt nincs. 15-18. Meg lehet, hogy van is otthon a polcon. Az izének a... Ja, 11-nek a igen. Staubertnek annak volt a tartalékba. Igen. Lényegében sokkal jobban fordul, úgyhogy a súlypont ezzel megoldva, 70 gramma. És épp azt mondom, hogy lehet, hogy egy nagyobb aksi, egy 5000-es, az pont azt is megoldja a súlykülönbséget. Aha. És marad ugyanúgy minden 5 cellán. Persze, nem. Motorot nem bántam. Légcsavarcsere, max növelném a milliampert. Ennyi az egész. Jöjjön az a sok hólom belőle. Most csak 70 gramm van benne. Hát ebbe. Jó, de 70 gramm is. Mondjuk 70 gramm. Ott az imása a történet, a marmulat 180. De 70 is inkább jön, és inkább így laksít, mint ómat. Én mindig azt mondtam, hát persze. Tovább. Igen. 2-3 perc. Úgyhogy kezd tetszeni. Először nem tetszett amúgy, mert nagyon-nagyon semmilyen volt az a... Túl... Élőben vagyunk amúgy. Persze. Hát itt a mikrofon is van minden. Persze. Úgyhogy... Először nem tetszett, másodszor repültem, jobban tetszett, mert felszállásnál legalább pont pár irányt fújt a szél, és akkor jaj, szépen elvitte, de akkor is a fordulónál nagyon be kellett lépnem a farkát ahhoz, hogy nekem elforduljon. Aha. Hiába csültem, nem akart fordulni. Egyszerűen elkezdtem húzni a szegét. Viszont most határozottabban fordul, úgyhogy ennyi biztos kell ez bele. Úgyhogy igen, csak tudod, az előző tulaj azt mondta, hogy egyszer repülte. Hát megsúgom, bár nem repülte. Mert az ő repülési tudását is ismerve. De figyelj, ezt ha beejted, becsúszik. Ezt nem csupálhatsz ki. Repültél már kabot? Piper kabot? Nem. Na, ott is, ha elkezd becsúszni, azt... Emlékszel, amikor tavaly kérdeztem, mert a Pistovácsinak van egy kábja, egy robbanós kábja, egy 20 köbcentissel. Ugye mindig a felszállást úgy megy össze-vissza, mert hirtelen adja rá a gáz. Igen, nem, lassan kell gyorsítani, és akkor miután kiemelt. És oda a kormányat adnak. Viszont itt is használni kell. Rottul játszasz vele. Azért van. De az a baj, hogy az, aki nem szokott hozzá eleve azt használni, én ezt sem tudom, mit tudom használni. Muszáj. Oldalszélben, meg leszállásnál meg. Persze. Hát most is az volt, hogy meg a marabunás az van, ugye írjuk lent, tartom magasságot, és akkor már nem sokat csülögetsz, nem csak szépen rakod. Csak arra a segédre. Persze. Vitorlával is a vontatásban vagy, már igazival. Az igazival, igen. Akkor leginkább, tehát úgy mondom neked, hogy 70% oldalkormány, tehát úgy mondjuk, hogy kapossuk a pedált. Igen. A csűrő szinte haszontalan, mert ugye... Hát, lent főleg. Nem, meg a légcsavar szélbe vagy benne, és a csűrő ja, nem... Vontatásnál is. Igen, akkor 80, majdnem azt mondom, hogy majdnem 80% van oldalkormányában. Igen, és kell használni, nem az, hogy nem. Kell, nem muszáj nem, használni, muszáj használni. És nekem ott is a marabuná is, óriási, és hidelnél úgy kell belépni, hogy még én sudálkozok, hogy nem kopik, de tudod, még na, gyerünk, és akkor megindítja. Mert és hát avatod megtartani. És muszáj használni, hát még itt is használnak csinálni. Azt így azért van. Aroma, persze. Persze, repítem én ilyen kis 80-90 centiseket, ahol fix volt. Oda nem kell, minek. Kézből megvágod, leszállsz a fűbe, hogy kiadja. De ide kell. Na, lényeg, hogy jó. Lényeg, hogy jó, ennyi.